Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cartoon, és a mai videóban Magyarország-Albánia iszonyatosan fontos mérkőzés. PES 2021-ben mindenféle elitgatás nélkül egyből itt vagyunk a menübe is tolni fogjuk. Hát kemény meccs lesz. Nagyon-nagyon kemény meccs lesz, és ezen sok fog múlni, nagyon-nagyon sok fog múlni ezen a mérkőzésen, srácok. Nem Angliát kell megverni 20-0-ra. Kikaptunk, az, hogy hogy kaptunk ki, az fájó. Mindegy, végül is ez a meccs a fontos, meg majd az andorai, az ilyen idézőjelbe kisebb csapatokat kellene megverni. Hát majd meglátjuk, azért ott az ellenfél is elég durva a névsora, tehát Uzuni, Hiszei, majd utána Kumbulla, vannak itt Berisha kapus, ő se rossz, Manai elől, vannak ott nagy emberek, mint ahogy nálunk is, ebben bízhatunk egyébként. Nikolic helyett én akár oda is raknám egyből Szalai Ádámot előre, hiába koronavírus fertőzött. Na, azért nézzük meg, hát ha nem tudom, hogy mit lehetné, Kalmárt leszedjük, helyette Sallai, Szoboszlai, Sigér, hát ugye ő is sérült hivatalosan, akár ott egy Séfert is berakhatjuk. Nagy Ádi, Bese sincsen, helyette akár Fiola. Hoppá, Négó is jó lenne, Hollander helyére, másik oldalra. Rosszinak nagyon nehéz dolga van, tehát Rosszinak iszonyatosan nehéz dolga van, főleg így, hogy Szalai ugye, Szalai Ádám koronavírusos lett, de hát helyette megnézhetünk majd más embereket is, csomóan sérültek, na mindegy, Kalmár is, Sigér is, szóval azért itt nem egyszerű. Meglátjuk, mit tudunk összehozni, most jó lesz így első körben ez a kis válogatott, aztán lássuk meg, hogy akkor mégis mit tudunk itt alakítani. Match time teljesen jó lesz, 11 percre akár fel is tolhatjuk. Szerintem profi, jó lesz ez nekem, tökéletes, nyerjük meg, az lenne a cél, megnyerjük. Úgyhogy fel is kapom a fejhallgatót, mondjuk a meccset. De fontos lenne ez az albánok elleni meccs, srácok. Tényleg itt kell bizonyítani, tehát ez az, amivel kijuthatunk esetleg a selejtezőkből a pótselejtezőre. Kisebb stadion, Feyenoordnak a stadionja. Érdekes, ezt rakta be a gép. Ó, és már vonulnak is ki. Willy Orbán csapatkapitányként, mögötte Gulácsi. Nagyon komoly. Nagyon komoly, és eredeti mez. Nem úgy, mint a FIFA-ban. Az fájó, hogy nem tudják normálisan licenszelve megcsinálni a FIFA-ban ezt a részt. A magyar válogatottat. Ez ilyen. Szurkolók tartják a sálakat. A magyar himnusz. Kicsit vidáman van megcsinálva. Na, egész jó. Nagyon rendben van. Arcok is egyébként úgy nem rosszak. Na, nyomjuk. Kemény lesz. Ultra realisztikus foci. Legalábbis a FIFA-hoz képest azért mindenképpen realisztikusabb lesz. Ez biztos. Jó, szépen terelgetjük. Itt a labdás Szoboszlaihoz kerül. Hát vele nagyon kell figyelni, iszonyat jó húzásokat tud a csávó. Hoppá, nem figyeltek az albánk, Sallai Roli! De jó lövés volt, életerős lövés, na ilyeneket szeretnék én látni a valóságban. Szoboszlai beadásnak rossz. A szögle zászlónak mehet ki! Ekkora volt. Nagyon jó. Ilyet se láttam még. Még benne a játékban, hát meg a valóságban is. Ne vicceljetek, mennyiszer volt már ilyen. Tegyük át a túloldalra. Akár vissza Gulácsihoz, tökéletes. Kicsit rohanni kell érte, nem baj. Ó, milyen kis trükkös passzocska. De szép, Séfer. Érzem a cheat. A magyar válogatottban sokkal jobban kezdünk. Most ugye nem csak nézem a meccset egyébként, hanem én játszok. Nagyon szép az átvétel. Jó volt a lövés is egyébként. Szoboszlai Dominikunk adja be. Szalai Ádám. Mennyire jó volt. Tetszett. Figyeljünk. Az a miénk kell, hogy legyen. Indítjuk az ellenfelet. Menj, Gulácsi. Azaz.
az egyszerűen nem értették meg egymást a játékosok. Ez látszott egy kicsit. Jó, magasba a passzok, Szoboszlai lerakja a földre, hát a Bundesliga az látszik. Kéri is a labdát, Sallai Roli meglöki! Hát pont a lövés pillanatában egyébként, nem tudom már lövést, és meglökték. Hoppa, szép! Á, és elengedem. Elengedtem a labdát, nem kellett volna. Az nagyon jó szerelés, picit szabálytalan, de nem vészes. Szalai, nincs kinek adni, hé. Óvatosan. Észre. Ott a beinduló, Sallai Roland mennyire aktívan játszik. Ezek a lövések nem jönnek rossz irányba, csavarom, vagy nem tudom mi van. Gondolom az van. Ezek nem jönnek, mert többedik alkalomra nem jönnek össze. Kár érte. Semmi gond. Az eredmény még jó, de itt győznünk kell. Ha valamit szeretnénk ettől a meccstől, mind a valóságban, mind pedig itt a szimulációban győzni kell egyébként. Én sokat remélek a csapattól, tényleg mondom, ez az angol elleni meccs, Olaszország ellen is ugyanis szívtunk volna, meg a spanyolok ellen is. Nem hiszed el, hogy nem megy be. Felső lécen csattan. Schäfer szedi le. Fedezi a labdát, kinek. Nem jó helyre. Futni kell ilyenkor hátra. Figyeljünk, jó helyezkedjünk. Összeesnek. Basszus. Kicsit kigáncsoltam a saját játékosomat is egyébként. Á, nem érem el. Nem lehet megzavarni őket? Nagy érdem. Figyeljünk. Jó a blokk. Rúgjuk el. Most minket veszélyeztetnek. Ez így szép, csak nincs kinek adni ilyenkor, ugye? Sallai Roli. Jól fut. Nagyon jó. Szoboszlai a szélem. A beinduló. Szabálytalan. Így van. Szoboszlai Dominik adja el. Ott akasztották egy pillanatra. Ott bizony. Oh! A kis Albán, hogy visszarúg. Mit pofázol? Hogy visszarúgott? Na jól van. Oké. Jaj! Mekkora lövés. Jába fut Fiola. Lelkes, de ne fuss ki a beledet. Ennyire nem fontos. Szép volt a lövés. Erről azt nem játsszák vissza. Nagyon sok helyzetünk van. Egyet most már ki kellene használni. Schäfer beadás után Szalai. Nem volt igazán veszélyes. Ó, de fura. Gyimiszinek a kézmozdulata. De fura volt. Zseniális. Na jó van, nyomjuk neki. 35. percben leszünk. Ujjaj. Azt szedjük le! Gulácsinak kell óriásit védenie. Miért nem tudtuk ezt elrúgni onnan? Szoboszlai borzalmas passza után indultak meg. Egyébként veszélyes volt nagyon. Üresen feje, még jó, hogy Gulácsi a kapusunk 85-ös értékeléssel. Üresen fejelt az Albán, nem jutott rá ember egyszerűen. Sallai Rolandnak hosszú a passz, megindulni nem lehet vele. Aj. Kár ezért a pontatlanságért, hiszen ezekből tudnak indulni, mert ha nincs nálunk a labda, nem is folytatom, mert most már nálunk van. A jó távol... akartam mondani, hogy a jó távoli lövés. Na jó, figyeljünk itt az első fél idő végén. Nincs itt lefutva semmi, ne kapjunk gólt, és akkor onnantól lehet majd építkezni a második fél időre is. Nagyon szép négó labdaszerzés, és nagyon rosszul adom tovább.
Azaz. Vissza inkább. Áh, csínybe. Az viszont jó úgy, Fiola. Kinek? Nem mennek a passzok az első fél idő végén. Egy perc hosszabbítás, az igazából mindjárt le fog járni. Így van, le is járt. Hát ez egy 0-0 lett az első fél idő. Nagyon sok szép lövése egyébként, de ez a része tényleg teljesen rendben volt. Sallairól ibaktat. 9 lövésünk volt, abból 2 talált kaput. Ez a baj egyébként, mert hogy az albánoknak 2 lövése volt, és ugyanúgy 2 talált kaput. A lövések így elszánkáznak mindenfelé, ez jelenti a problémát. Pontosabbnak kell lennünk. Ez egyértelmű. Az az indítás milyen kell, hogy legyen Willy Orbán hátrafelé. Teljesen tökéletes gepárd módjára szerzi meg Gulácsi Péter, és kigurítja a közelálló Szalai Attila felé, aki már Négónak beindítja Négót, és megint nem értik meg egymás Szoboszlaival, de szerencsére ezt visszaszerezhettük volna. Nem történt meg. Á, hátulról csúszik oda Négó. Jó felezte a labdát a csávó. Az Albán fickó. Ez a sárga lapot ért. Ja, ez a hátrarugós kis huncut. Őt már ismerjük, mint a rossz pénzt. Balaj jött be egyébként, cseréltek az albának. Nagyon jó. Ó, és ők is elvesztik. Na, várom az embereket egyébként, hogy valami legyen, menjenek föl, nem igazán akarják. Kicsibe. Ó, de szép az a passzjáték, az a labdajáratás. Ki ez? Ki volt ez a Szalai Ádám, aki ezt így előtte? Mit lehetne tenni? Nem sok mindent egyébként, mert hogy az emberek frissek. Még nem tűnnek fáradtnak, Szalai egyszerűen nem bírja eltalálni a kaput. Gond. Inkább feljebb toljuk egy kicsit. Itt a dolgokat. Összefutunk. Rúgjuk már el. Egymásba rúgják az emberek. Hát ez fantörpikus egyébként. Szalai lába között megy át a labda. Nem vette észre, vagy én nem tudom. Ó, de csúnya volt. Azt hittem enyém. De csúnya volt. Schäfer örülhet, hogy ez csak egy sárga lap. Ott majdnem tört egy láb. Azt a kutyafáját, páros lábát elvitte. Második sárga lapunk. Feszültség miatt egyébként. Mert mint hogy, na, értitek, lenne gól, akkor talán nem lennének ezek a sárgák se. Franc tudja. Menjünk. Indulj be, és akasztják csak hátra passz. Nem lehet tőle elvenni. Nagyon jó. És ott letarolják az emberemet, hát hihetetlen, azaz fújt be. Jó, Szalait leszedjük, helyette nem anyja Nikolics jön fel. Megnézzük, hogy Nikó mit mutat. Az emberemet akasztották. Így van, hát fogja, ez felborul az albán, azt hiszi, hogy ez szabályos. Úgyhogy neki borul egy másik játékosnak. Jaj, viccesek ezek az albán fickók. Kíváncsiak, hogy amúgy a valóságban is ilyen durvulós meccs lesz, mert eddig egyébként az. Négó. Azaz. Szeretném őket kipasszolgatni. Szoboszlánynál a labda. Ó, belevezeti az emberbe. Mi történt? Szabad rugás. Egy szigorú ez a bíró amúgy. Hát, én nem éreztem ezt szabálytalannak, de Szoboszlai kiharcolt. Négó van itt még.
meglátjuk, hogy ebből mit hoz össze. Ó, de gyenge volt. Kiejtette a kapus, de ez az ő bénasága miatt nem tettem bele elég erőt. Ez pedig egy les lett volna. Hogyha eléri az ember. Ijajaj, nem tudjuk elérni. A nagyon szép langádám! Micsoda labdaszerzés volt. Megzavarja itt az ellenfelet. Támadjunk le, támadjunk le. Jó, ez működik. A taktika. Szép visszakanalazás. Kár, hogy egy albán felé csúnya becsús, csúszás nem sikerül. Jaj, ott üresen mehet. Fussunk vissza, srácok, ne szórakozzunk. Nem jó, az is szabálytalan. Ez a bíró mindent lefúj mindkét oldalon, az a Meisling. Valmár Solti, hozzuk be Sigért. Igazából sérült a valóságban, de hát minden emberre szükség van. Balaj, nagyon közelről. Nagyon-nagyon közelről. Ez az sorfalba lövi. Hát ilyet én is csináltam majdnem. De hát nekem se voltak olyan bravúrosan jó szabadrugásaim. Hátulról csúszik be. Ez hihetetlen. Milyen cseréket tudunk végrehajtani? Szoboszlait nem fogom lekapni. Sárga lap az albánnak. Taps, taps. Megérdemli. Hangya, botka, botka, gyere. Gyere, kell a friss ember. Willi Orbán lábát szakítja darabokra. A szemét Albán. Uzuni. Ráadásul. Nem szép tőle. Nagyon-nagyon nem szép tőle. Sérülés veszélyes volt. Tegyük át másik oldalra. Azaz. Szoboszlai. És az is furcsa. És mellé hullik a fejes. Egyszerűen nem lehet döntésre vinni a mérkőzést. Nikolics! Kezdtek izgulni egyébként, hiszen jók a helyzeteink. Ó, jaj. Bajban vagyunk. Srácok, bajban vagyunk. Volt kellene lőni. Csak nehogy kapjunk egyet, ugye? Azért voltak itt albán veszélyeztetések kapunkra. Azokra figyelni kell. Elögdössél. Köszönöm. Szoboszlai. Nem. Nem. Ezek a fölé, mellé alárugások. Hiába a labdabirtoklás. Hogyha nem jön össze, nem lehet góra váltani ezeket. Azaz, nagyon jó, nagyon jó. Van kinek adni? Egyelőre nincs. Sallai Roli egy tisztabb szereléssel. Jó, Sigér is tisztán szerel. Futhatjuk. Szoboszlai. Bá, ezt is kivédi. Hol az a víz? Életerős lövés. Kivédi. Nem hiszed el. Fiola, nem jó, és Albánhoz megy a labda. Az ellenfélnél köt ki. Egy jó letámadás. Gyerünk, srácok, gyerünk, 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 gyerünk. Sikér, ő jó, gyors. Hagyjuk támadni őket, akkor valahogy szerezzük meg azt a bogyót. Azaz. És fellökik még egyszer. Nem elég egyszer odarúgni. Gondoltam, előnyszabályon megy majd tovább. Még egyszer felrúgja, hogy essél el, törd el. Fú, nagyon mérges vagyok ezekre az albánokra. Izzadnak, mint a ló. És Nikolicsot buktatták ott egyszer. És figyelj, rohadjál meg. Még egyszer odarúg neki. Szánalmas. Gyerünk, Szoboszlai. Én bent láttam. Én esküszöm, bent láttam. És nem volt bent pedig. Lehúzta a kapus. Ezek a szoboszlai szabadrugások most nem mennek. Szépen közben nyúl viszont. Nagyon jó lett volna a passz is, hogyha elkapja az, akinek címzik.
nehogy már 0-0 legyen. Egy ilyen 0-0, egy ilyen szenvedős meccs után. Gyerünk már, valaki, menjünk már. Itt hosszabbításban vagyunk. Ezt nem hiszem el. Ne. És itt bóckodunk a középpályán, előnyszabályon mehet tovább a mérkőzés. Nem lesz erre idő. Nulla, nulla. Tizenöt lövés és 0-0. Köszönöm nektek a figyelmet. Remélem, hogy egy sokkal jobb meccset, még ennél is jobb meccset fogunk játszani a valóságban, és a helyzeténket gólra tudjuk váltani. Ez vérciki, hogy ennyi lövés, és nincsen gól. Szurkoljunk a srácoknak. Reméljük, hogy össze fog jönni. Köszönöm, hogy itt voltatok velem ezen a mérkőzésen, nagyon küzdelmes volt. Legközelebb találkozunk, addig is jók legyetek, és szurkoljunk a magyar csapatnak. Sziasztok!